további öt évvel hosszabbítaná meg az Oroszországgal kötött nukleáris fegyverek korlátozásáról szóló egyezményt Joe Biden amerikai elnök. A harmadik start egyezményt 2010-ben írta alá Barack Obama amerikai és Dmitri Medvegye orosz elnök. A 2011-ben hatályba lépett szerződést Moszkva többször is meghosszabbította volna, de Donald Trump kormánya erre sokáig nem adott választ. Megkésett javaslatukat pedig végül az orosz fél utasította el. Üdvözlöm Biden elnök bejelentését és a szándékát arra, hogy meghosszabbítsák az új start egyezményt. Mindig is hangsúlyoztam, nem állhat elő olyan helyzet, hogy ne legyen egyezmény. Az új start egyezmény nem vége valaminek. Ez a kezdete a nemzetközi fegyverellenőrzés további erősítésének amit ki kellene terjeszteni további fegyvernemekre és további államokra, például Kínára is, mondta a NATO főtitkára Jens Stoltenberg. Joe Biden bejelentését az Egyesült Államokkal szövetséges országok, különösen Európában örömmel fogadták. Az orosz elnök szóvívője, Dmitri Peskov azt mondta, a hosszabbítás célja dicsérendő, de meg kell vizsgálniuk a részleteket hogy pontosabb képet kapjanak arról, mit akar az előterjesztés.